Tisztelettel köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatóját, a MAHA szóvivőjét, hiszen a mai beszélgetésünkben értelemszerűen a halhelyzetről esik majd szó, a halgazdálkodás mikéntjéről a koronavírus járványt követően, hiszen ez a koronavírus járvány azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy egy kicsit más dimenzióban dolgoznak a halászatok, a halgazdaságok, de azért gyaníthatom megviselte a halgazdaságokat is. Bennünket is megviselt értelemszerűen, hiszen az éttermek kieső forgalmát egy ideig nehéz volt pótolni, mert ugye hát a bezárások azt jelentették, hogy nem ment a gasztronómia se, de azt kell mondjam, hogy annál nagyobb problémánk volt maga a vízhiány és az emelkedő takarmányárak. Csak érdekességként mondom el, hogy a két hete volt a Magyar Tudományos Akadémián a Víztudományi Társaságnak egy olyan négy előadásba álló sorozat, ahol fölkértek engem is arra, hogy a vízhasznosításokat és a víz jövőjéről tartsunk egy előadást olyan emberek, akik lent vannak a talajon, tehát mi operatív tagjai vagyunk a vízzel való bánásnak, nagyon szép magyar tala mondat, de hát ugye azt kell elmondani, hogy mi mindenre használható a víz, és hát ugye azért a víz az nem csak arról szól, hogy megisszunk, fürdünk benne, mostunk, elszennyezzük, vagy kitisztítjuk, szól arról, hogy az élet alapja, hiszen nincsenek növényi életek víz nélkül, és szól arról, hogy az a sokszínűség, amit a víz jelent, az nem pótolható semmivel. Szóval bármit mesélünk, bármiről, erdőről, mezőről, víz nélkül halottá válik a világ, és Magyarország sajnos abba a zónába került. Nem meglepetés nekem, mert 30 éve ezt már olvashatjuk a Római Klub jelentéseibe, hogy bizony száradunk ki és ariddá válunk. A Víztudományi Társaság ülésén én azt próbáltam meg jelezni mindenki felé, hogy azok a lépések, amelyeket nem teszünk meg most a víz érdekében, de nagyon keményen vissza fognak ütni. Csak mondanám, hogy nem halad az öntözésfeletési program, nagyon-nagyon nehézkesen. A maga a vízzel való bánásmód, a legnagyobb vízhasználók a halastavak. A halastavak nem kaptak semmiféle támogatást, a halastavi rendszerek fejlődnek vissza. A Dunántúlon katasztrofális szituáció alakult ki, tavaly mintegy 40%-a kevesebb hal termett, semmi nem változott az idén. Az utolsó két hét esőzései ne tévesztenek meg semmit, mert ezek nem csapadékok, hanem felszíni vizecskék, amik arra jók, hogy a növények áttéljenek, de nem tud mutatni senki nekem egy olyan árkot, aminek az alján csillogna a víz, akár csak 1 cm mélységbe is, vagy akár 5 cm is. Tehát egy nagyon-nagyon kemény időszakot élünk át, és én azt próbáltam még az akadémia előtt egy kicsit boncolgatni, hogy mi minden kapcsolódik a vízhez, azon kívül, hogy az előbb felsoroltakat megedjük. Hát például csak mondanák valamit, ugye az a elképesztő porszennyezés, amivel Magyarország sajnos a szárazulással együtt szenved, annak az egyik legjobb megkötője a pára. Az a pára, amit másfél-két centiméteres nagyságrendben szível minden nap ez az áldott napocska tőlünk, és hát ennyivel kevesebb lesz minden tónak a vízkészlete, hogy az Velencei tó, Balaton, hogy az én halastavom, az teljesen mindegy. Tehát nagyon kevés olyan elképzelést látok ma még, ami abban gondolkodna, hogy a Magyarországon lévő vizek megőrzése, megtalálása annak a formának, hogy hogy lehetne minél több vizet itt tartani, azok még mindig abban a bűvkörbe élünk, hogy a vizeket el kell vezetni, és ugye a vízügy a belvíz elvezetés világbajnokaként vonult be a történelem utolsó 30-40 évben, csak már nincs belvíz. Nincs belvíz, és nincs víz. A folyóink beágyazódtak, mélyen vannak, leviszik a felszíni csapadékot is. Beszéltünk már erről, de azt gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni róla. Ha nem gondolkodunk előre néhány évre, ezek nem napi beruházások, ezek egy hosszú távon átgondolt, mindennel összefüggő mezőgazdálkodással, szociális vízellátással, és összefüggnek persze az energetikával is ezek a kérdések. Azt hiszem nem kell mondanom, hogy milyen csapdába estünk azzal, hogy Paks mellett nincs semmilyen állandóan stabil energiállátó rendszerünk. Ilyen lehetne mondjuk a bősi vízerőmű, ha megépítettük volna annak idején. Milyen sokat nyernék most vele, és nem lógnánk egy szál csövön az oroszoktól vagy az ukránoktól függően éppen. Most átfogó képet kaptunk a tartósan vízhiányos állapotról, ugyanakkor milyen hatással volt ez Réti Majorra?
viszonylag szerencsés állapotban vagyunk, nálunk a vízforgalom nagyjából biztosított. Ami nálunk problémát jelent az, hogy a nagy hőingadozások miatt nem tudok olyan könnyen manipulálni kora tavasszal már a tavakkal. Valamint elkezdünk leengedni egy normális időszakban, aztán hirtelen jön 3 napig 32 fok meleg, és a vizek fölmelegszenek, a leapasztott is fölmelegszenek, mondjuk 26-28 okra volt már az idén rá példa, megfulladnak a halak. Tehát az a ritmus, ami megvolt, hogy volt 4 évszak Magyarországon, az teljesen összemosódott. Van egy hidegebb periódus, meg van egy nagyon-nagyon hektikus koratavaszi periódus, semmiféle kiszámíthatósággal, épp úgy benne van a reggeli 6 fok 2 héttel ezelőtt, mint a délutáni ugyanebben a napon még 24 fok. Tehát az a hőingadozás, ami Magyarországon most kialakultak, ezek a hektikussá váló koratavaszi időjárások, ezek a haltenyésztés nagyon megnehezítik. Nem úgy bánok a halal, ahogy akarok, nem tudom kiszámítani, hogy elkezdtem 12 fokos víznél leengedni, és akkor még könnyen tudok halászni, és akkor napokon belül belesüt ebbe a sötét zöldes vizekben a nap, beszívja az energiát szinte a tüzelő napba, és 3 napon belül fölmentem 20-22 fokra, amikor már közel nem tudok úgy bánni a hallal. Magyarul nagyon-nagyon végig kell gondolnunk, hogy tudunk mi is alkalmazkodni a halászatokkal ahhoz, hogy ne érjenek károk bennünket. Igen, nekem is volt tavaszi haldöglésem, nem tudtam semmit csinálni. Jött egy hatalmas légnyomás esés, volt egy óriási nagy időjárás változás, és bizony 50 mázsa halunk úgy megdöglött, hogy mint a pinty, és hiába engedtem a másik tóról szembe vele a vizet, az abban lévő 22 fokos vízben se volt semmiféle oxigén. Át kell gondolni a dolgainkat, ha ma már nekiállok valahol halászni, akkor készítem ki a levegőztetőt, teszem ki a szivattyút még este, hogy tudja készülni arra, hogyha hajnalban egy oxigénnel meglep bennünket. Új dolog, nem volt eddig ilyesmi. Van viszonylag, vízünk viszonylag bőségesen van, de amikor gyorsan kellene a víz, akkor a nem így méretezett zsilépek átteresztő képessége nem tud akkor a mennyiséget áttengedni gyorsan, amennyi szükséges lenne egy kár elhárításhoz. Magyarul át kell gondolni, egész télen halásztunk el akkor is, amikor egyébként nem lenne rá szükségünk, de inkább a halak tárolását és védettebb helyen történő tartását kell választanunk, mint ebbe a korai nyárba belehúzódó tavaszi halászatokat, mert itt bizony időt veszítünk, de most az meg egy egyéni probléma a halászatban, hogy időnként vannak ilyen hatalmas tömeggradációk, a gradáció ilyen fölfutás jelent, amikor megjelenik az ezüst kárász, és akkor az Istent is elönti ez a semmire való gyomhal, ami minden életeret eltakar, óriási erővel tör előre is szaporodik, és ha nem figyelünk oda, pillanatokon belül elárasztja a tavainkat, kizabálja a plankton mennyiséget, és visszatolja, visszaszorítja a természetes hozamainkat, amit a planktontól nyerünk a koratavasz időszakban. Magyarul szűrőrendszereket kellett kiépítenünk mindenhova. Ez a melegedés sajnos azzal jár, hogy ezek az inváziós gyomhalak, a törpehacsa, az ezüstkárász elképesztő módon szaporodnak, sokkal többször ívnak, nem olyan érzékenyek az időjárás változás, mint a többi halak, és kibírnak mindent a 30 foktól lefelé a mínusz 15-ig, szóval meggyűlött a bajunk. Tehát az időjárás változásnak nem csak az az érzése van meg, vagy nem csak az a hatása van meg, hogy úgy érezzük, hogy melegebb van, meg hektikus, meg amiről már beszéltünk is, hanem az, hogy kedvez néhány fajnak. A növényesedés, hihetetlen mennyiségű növényzet képződik pluszba ahhoz képest, ami eddig is megvolt. Látok olyan orgásztavakat, amiket rossz nézni, hiszen a gyenge halálomány már mint hektáronként nem 5-600 kg-nyi hal van kitéve, hanem mondjuk van 100-150, ami egy horgásztóban teljesen normális. Igen ám, de ugye ezek nem tudják megforgatni kora tavasszal a talajt, nem tudja megtúrni, leült a fény egészen mélyre a vizekbe, mélyre, mi van Magyarországon, még másfél méteres vizeink vannak, és hirtelen felmelegedéssel fénye, olyan növény burjánzások jönnek, egész évben nem bírnak vele. Még egyszer elmondom, elharaptam a szavat. Tehát olyan növényburjánzások jönnek létre, olyan növénytársulások alakulnak ki, hínárt félék ott is, ahol soha nem voltak még, amelyek eddig még nem voltak jellemzőek, és ezek bizony elfoglalják a vízi életteret, amikor lerohadnak, elfogyasztják az oxigént. Egy hatalmas probléma az, úgy hívják ezt a jelenséget, hogy feltöltő szukcesszió, amikor a lerohadó növénytömeg minden évben iszapot termel. A saját maga testéből hízlalja fölfelé azt a szerves anyag réteget, ami a tóban nem kívánatos. Kotrással, gépi erővel, technikával nem lehet védekezni ellene, ide lenne jó az amúr, itt kéne erőltetni a növényevő halat népesítését, meg azokat a biológiai módszereket kell megtalálni, ahogy karban lehet tartani azokat a negatív hatásokat, amelyek érnek
mérnek bennünket. Ilyen például, hogy mondjak konkrét példát is, az amúr, ami az öltömeget tartja karba, és ilyen a lesőharcsa, ami harcsánk, az európai harcsa, a Sirius Granis, amelyik pont ezeket a hatalmas nagy inváziós fajokat tudja visszaszorítani, mert neki kedvező az időjárásba. Az, hogy fölmelegedett, egy délszaki állat, szereti a meleget, már a csuka meg a süllő nehezebben viseli ezeket az oxigénben szegény vizeket, tehát egy kicsit át kell gondolni minden dolgunkat, amit eddig tudtunk, és semmi nem igaz, ami tavaly előtt még igaz volt. Minden év új kihívás, minden időjárás és a trendek egészen más magatartásformát írnak elő. Ma egy halásznak és más technológiákat kell alkalmaznunk, mint amilyenek eddig voltak, csak hogy erre is mondjak példát, hogy ne a rébuszokból beszéljünk. Igen, a tófeneket épp úgy művelnünk kell, mint ahogy művelnünk kell a szántóföldeket. Bizony csináltuk olyan szerszámot, ahol a csónakban ott van bent a kompresszor, és egy nagy gerebjét képzeljenek el 3 méter szélességben, aminek fuvókái vannak a talajban, és húzzuk a fenéken, és porlasszuk le a levegőt, hogy az a szerves anyag képződés miatti oxigénhiányos állapot, gázképződés megszűnjön. Tehát rengeteg olyan dolgot kell csinálnunk, és nem mennék bele, mert a nézők nyilván unják, hogy mi minden változott meg azóta, mióta. Csak egy ember öltő alatt 30 év alatt ebbe az országba. Azt hiszem, hogy miután részesei vagyunk a változásnak, nem érzékeljük annyira, de aki idősebb is megvan, még emlékszik arra, amikor jég volt télen, amikor még korcsolyáztunk a tavakon, amikor még nem kellett a kormoránttól rettegnünk, mert egész évben volt 3-4 hónapos jégborítás. Na, amikor mi föltöltöttük a jeges vermeket jéggel az 50-60-as években, na most hát ezek a világok megszűntek. A kihívások, a víz hiánya, a felmelegedés, a hektikussá váló időjárás, a csapadékzóna eloszlása és a felszínvizek hiánya, azok bizony olyan új tényezők, amelyeket végig kell gondolnunk. Mi a MAHA-ban is rengeteget beszélünk erről, és próbálunk a saját tagjainknak olyan ismeretterjesztéseket tartani, ahol ezeknek a veszélyéről vagy a kivédéséről beszélni tudunk, de sajnos a következő nagy problémánk az, hogy bármit is teszünk, és már volt szó ebbe a problémát, nem tudjuk elérni, nincs akkor a lobby ereje a halászatnak, hogy el tudná azt érni, hogy azt a terület alapú támogatást, amely minden más mezőgazdasági ágazatban megvan, hogy az krumpli vagy rizs, dió vagy szőlő, kukorica vagy zab, halálosan mindegy, van egy alaptámogatás az Európai Unióba, ami a halászati alap sajnos kivételt jelent, hiszen mi a 99%-ában tengerhalászati alaphoz tartozunk, és nem tudjuk elérni azt, hogy legalább annyit kapjunk meg, mint bárki más, aki a mezőgazdaságban dolgozik, mintha nem is mezőgazdaság lennénk. Az Unióban sajnos nem is tekintenek annak, a két alap élesen elkülön egymástól, és nem lehet összemosni őket, csak mondok egy hazai számot is, 7000 milliárdot ígért be miniszterelnökünk a választások előtt a mezőgazdaság nemzeti szintű támogatására. Az élelmiszergazdaság jelentősége azóta lényegesen nagyobb lett, hiszen látjuk Ukrajna példáján, hogy mit jelent az, ha függünk valamitől, lásd olaj és magva kérdése például, vagy akár a gabonellátás kérdése is, ha nem alapvetően csak nálunk, hanem az egész világon. És ebből a 7000 milliárdból nem tudunk 8-9 milliárdot arra megszerezni, hogy nemzeti alapból támogassák legalább a halászatot. El fognak fogyni a tóterületek, már most néhány száz hektár szárazon áll, már most a gazdák azt fontolgatják, hogy ahol lehetővé teszik a talajviszonyok, ott inkább más gazdasági tevékenységet érnek át. Ha lucernát termel rajta, ami a legegyszerűbb növény, mert négyszer kell kaszálni meg bálázni, vagy bármi mást, és csak bérbe csinálja, az alaptámogatás, amit kap a tevékenységre, az lényegesen több, mint amit a halászatban valaha el lehet érni. Nagyon nagy a tőkelekötöttségünk, 2-3 év alatt van a pénzünkből valami, amíg 6-7 alatt kompletül kifut egy húscsirke program, abban már benne van az istállók folyamatos feltöltlenítése is, meg az elszállítása is. Tehát nagyon rossz helyzetbe kerültünk, kicsik vagyunk, és nem tudjuk azt elérni, amit nagyon szeretnénk, hogy vegyenek minket és a mezőgazdaság többi ágazatához hasonlóan komolyan, mert az állattenyésztés, amit az elmúlt évben és az idei évben kap, az bizony azt jelenti, hogy a mezőgazdaság elszegényedik. Magad néhány főnövény, amit érdemes termelni, magad a maximális gépesítettség és a nagy élőmunka igényt jelentő állattenyésztés, a hozzáadott értéket jelentő sokszínűség, hiszen itt valamikor is nem 100 évről beszélek, a saját emberültőmről. Itt húsgalomtenyésztés volt, nyúltenyésztés volt, foglyot tenyésztettünk. Az állattenyésztésnek rengeteg olyan ágazata volt, ami bérbe tartottunk integrációba,
sertéseket, hízóbik a programok voltak. Ez az egész úgy, ahogy van, elment a levesbe, ledarálta a fejlődés, ki leszünk szolgáltatva a hússal is, például Dániának vagy Hollandiának, nincs hústermelésünk, lassan oda jutunk. Az összes kis gazda az utolsó 2-3 hónapban kivágta a kocállományát, mert nem lehetett tűrni azt, hogy minden kiló sertésen 100 forintot bukjon például. Tehát azt hiszem, hogy ahhoz, hogy a mezőgazdaság valamilyen levegőhöz jusson, ahhoz nem pénzre van csak szükség, hiszen pénzt a mezőgazdaság klasszikusan rengeteget kapott, hanem egy átgondolta a program, és akkor, amikor beavatkozási lehetőség lenne szükség. Mert a sertés ágazatnak a problémája átmeneti állapot. De ha nem segítjük ki a gazdát a saját tőkéjéből, nem fogja tudni ezt a problémát áthidalni. Most a víziszárnyasokat csújtja a rettetesen nagy erővel a baromfi influenza, és még egy csomó más járványos betegség. Ha egyszer egy állattartó telep kiürül, ezt sajnos már látjuk, soha nem fog többet állat lenni benne. Aki egyszer kijött ebből a taposó malomból, amit azt jelenti, hogy minden áldott nap az állatot ki kell szolgáljad, amit nem tudsz gépesíteni élő munkaerőket. Nincs élő munkaerő ebben az országban. A legnagyobb problémáink egyike, minden ágazat fejlődésének a gátja, nincs élő munkaerő. Hogy turizmusról beszélünk, vendéglátásról, halászatról, vagy baromfitenyésztésről, teljesen mindegy. Elértük azt az állapotot, hogy nem a teljes foglalkoztatottságról van szó, hanem egy jelentős, tartós, gazdasági károkat okozó munkaerő hiányról. Nem tudjuk honnan nézzék meg a tenyészeti telepeket. Szinte már mindenütt indiaiakat foglalkoztatnak. Mert nincs ember, aki a fejéseket, a karbantartásokat, az állatápolásokat megcsinálja. És így megyünk tovább. Szóval nem a megoldás irányába haladunk, valahogy az az érzésem van, hogy kezeljük a napi ügyeinket, de egy átgondolt koncepciózus program mentén való haladás, hogy az vízügy, állattenyésztés vagy halászat, annak én nem nagyon látom a nyomait. És nem azért, mert ehhez nincs elég hozzáértő ember, hanem valahogy mintha azt lenne az érzésem, hogy egy kicsit elsúlytalanodott, vagy súlytalanná vált, vagy nincs akkora jelentősége a mezőgazdaságban, mint valaha volt, pedig mi egy tradicionális agrárország vagyunk. Nem autóipar összeszerelő ország vagyunk, nem, agrárország. Minden magyarban egy paraszt volt valamikor, talán még most is benne van. És azok az előkertek, amikben most tujákat, meg rózsát telepítünk, meg muskát itt, azokban valamikor még itt falun zöldségnövények voltak, nem 100 éve, 30-35. Az itt magadó, előregedő lakosság át se tudja adni a tapasztalatot. Elképesztő, hogy egy 20 éves fiatalnak oda tennének 4 palántát, nem tudná meg, hogy melyik a kelgáposzta, és melyik a paprika, meg a paradicsom, honnan tudná? Tehát ezek azok, amiket én úgy érzek, nyilvánvalóan minden idősödő korosztálynak van egy ilyen érzése, hogy ő volt az utolsó nagy generáció. De most egy kicsit tényleg úgy érzem, hogy elhalnak, óriási tudások pusztulnak el azzal, hogy nincs meg a következő generáció, aki átvegye ezeket. Pedig tudjuk, hogy szükség lenne rá. Vissza kellett nyúlnunk a már régen elfelejtett szürke marhákhoz, vissza kellett nyúlnunk a lótenyésztésben a megmaradó lipicai méneket, vissza kellett mennünk a mangalicához. Nem 100 éve, csak 30-50 éve, amikor úgy gondoltuk, hogy ezeken már túllépett az idő. Az agrárium értékeit nem lehet napi szinten kezelni, és mindig csak gazdasági tényként kezelni. A halászatot sem lehet. Pontyfajtáink vannak, tradícióink vannak, megtanult szokásaink vannak. Olyan lehetőséget hasznosítunk, aminek a társadalmi, ökológiai haszna lényegesen több, mint a haltenyésztés maga. És nem tudunk 5-6-ra vergődni. Nem hibáztatok én senkit ebbe a kérdésbe, csak azt, hogy nem mindig azt nézd, a kicsi is tud szép lenni. Kicsi is tud szép lenni, és a sok kicsi szépség veszett el a mezőgazdaságból. Nagy traktorok, táblák, 200 hektárok, 500, szállítóüzemek, megy minden, mint a gép. Ezt a mezőgazdaságot akartuk? Ahelyett a mezőgazdaság helyett, amiben híresen jók voltunk, és ahol nem csak szakembergárdában, hanem tudásban, tapasztalatban, leleményességben, külföldön való szereplésben, mi tanítottuk meg a fél világot mezőgazdálkodni. Az első komoly kukorica kísérleteket az akkori Szovjetunióban itt a magyarok csinálták meg. Martonvásár buzájából tele a fél világ. Szóval hol vannak ezek az eredményeink? Hol vannak a gyümölcsöseink? Amerre nézek, mindenütt azt látom, hogy csak a célszerűség, csak a napi haszon, csak a mostani gondolatok számítanak. Most hagyjuk itt abba, mert nem jó paszba vagyok ezügyben, úgy látom, és azt gondolom, hogy a kedves nézőknek nem arra van szüksége, hogy egy kesergő öregember szavait hallgassák.
Ez sajnos egy kicsit az én sajátos látásmódom, és szívemből sajnálom, hogy ez így történik. Réti Major szeretne ebből üdítő kivétel lenni. Én úgy gondolom, hogy amit mi elképzeltünk koncepciót 25 éve, hogy fölépítünk egy olyan széles alapokon álló gazdálkodást, amelyik a helyi erőforrásokat ki tudja használni, legyen az gyümölcsös, szőlő, legyen az bivaj, legyen az vendéglátás, legyen az horgászturizmus. Na, ezek most érnek be, és én azt kívánnám mindenkinek, hogy megélhesse azt, hogy a munkája gyümölcse, hogy nekem is beérik és látványossá válik, az így meglegyen. Igen, sokkal nehezebb így dolgozni, mint egy intenzív melegvizes harcsatelepet megcsinálni, aztán három ember, meg az automaták termelik a húst, dolgozzátok fel, azt vigyétek a fenébe. Na, annak a szépségét én nem élvezem. Hála Istennek, én azt a szépséget élvezem, ami a koránkelő napot, a rengeteg madarat, az este ugró fürdőpontyokat, a pici porontyokat, amiket szaporítunk, a látványokat, az első körbejáró kis harcsacsapatot. Na, én ezt élvezem, és ha innen nézem az én szakmámat, akkor nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok. Nem jellemző sajnos. A halászat meglehetősen leragadt annál a klasszikus termelő formánál, hogy kitettük oda tavasszal, aztán majd ősszel lehalásztuk, aztán magyar adjuk, vagy nem, azt mondjuk kitesszük még egy évre. Van már szerencsére néhány követőnk is ebbe, követőm is, és hiszem azt, hogy a megújulásért is sokkal többet kell tenni. És nagyon jók ezek a riportok, amiket készíthetek önnel, mert azok jönnek vissza benne, amiket szeretnének talán az emberek is. Talán nem fogalmazzák meg így, ahogy én, de biztos vagyok abban, hogy sokan fogékonyak rá is hallgatják ezeket is. Ha egy kicsit visszagondolnak a saját életükre az idősebbek, a velem korosztályilag, vagy a 60-asok, akik még éltek egy olyan rendszerben, ahol az aktivitás, a fizikai aktivitás nem szégyen volt, hanem az egy fantasztikus dolog. Megfogni valamit, megtanulni, vagy tudni kaszálni, csak mondtam egy példát. Kaszával, nem izéval, nem damilla, kaszával. Tudni palántázni, tudni paradicsomot kacsozni, és hasonlókat. Tudjuk, milyen nagyon közel járunk ahhoz, hogy erre szükségünk legyen? Remélem, hogy nem lesz. De azért, ha megnézzük a mai Ukrajnát, meg azokat a pillanatok alatt szétfoszló lehetőségeket, amiket a modern élet jelent, annak a kényelmével együtt. Hány millió ukránnak kell most valamit csinálnia ahhoz, hogy megéljen a következő időszakban, miközben éppen a városát, a faluját, a tanyáját, a veszély fenyegeti? Hova kell visszamennie? Szüksége lesz-e a paradicsom palántázásra? Nyilvánvalóan igen. Nagyon szeretném, hogy ez eszébe se jusson Magyarország kapcsán senkinek se, de az ördög nem alszik. Talán nem kéne elfelejtenünk mindent, és talán meg lehet-e találni annak a fizikailag is, a fizikai munkának is az örömét, amit teljesen elfelejtettünk. Mintha szégyen vagy bűn lenne megfogni egy szerszámot, amivel hasznosságot lehet előidézni. Pedig hát, ha valami kellene ebbe a modern világba, akkor most kellene igazándiból, hogy legyen egy kis kerted, egy balkonládád, három növényed, nem csak azért, hogy termelj valami árut, hanem azért is, hogy a lelki és a mentális egészséged is meglegyen hozzá. Nem hiszek a városokba, ahol csak zajok, alaprezgések és egy mesterséges élet van. Nem az az élet.